Kevesen tudják, de a tiszaburai varroda munkatársai készítettek 40 ezer nyakba akaszható pohártartót a korábban Budapest Borfesztiválra. Ennek köszönhetően jutottak el az asszonyok Budapestre, ahol előtte még nem jártak, és az Országházban is körülnézhettek. Hatalmas élmény volt ez mindannyiuknak. A varrodánk Tiszaburán 2018 júniusában lett készen. Ezzel egy időben az üzemépítéssel egy időben kezdtünk egy tanfolyamot, ahol 16 leányka vett részt, 16 főből 13-as sikeres vizsgát tettek, és júniusban, amikor átköltöztünk, után még akkor itt volt a tanfolyam végvizsgája már, és elkezdtük novemberben a termelést. Először a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesületnek készítettünk intézményeibe ágyneműket, amiket arra a célból készítettünk, illetve azért volt nagyon jó, mert megtanulták a lánykák a egyetemes, egyszerű, gyors mozdulatokat, és ezzel ki tudtuk fejleszteni, és tudtuk a fogásokat rendszeresíteni a hölgyekbe. Minden leányzó úgy került ide, hogy nem tudott varni. Ma azt mondom, hogy bármely varrodában megállják a helyüket, olyan szintig vittük fel a tudásukat, illetve képezték saját magukat. Jelen pillanatban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület is 15 szervezettel, keresztény és civil szervezetek támogatásával egy úgynevezett fókuszban a gyermekprogramba készítünk babadobozokat, a babadobozoknak a textiltermék részeit, illetve itt állítjuk össze, és innen kerülnek kiszállításra a családokhoz. Azon kívül pedig lenn már harmadik éve a környezettudatos csomagolást elősegítő célzattal készítjük a táskákat. Ebből rendszeresen minden hónapban egy 6400 darabos kiszállításunk van, az ütemtervnek így felelünk meg, így tudunk megfelelni a beszállítási ütemtervnek. Ennek legyártása egy 7-8 napot vesz igénybe. A babatáskák szállítása negyed évente történik, ugye erre minden megfelelő anyagot is, összeállítást is, megvarrási dolgokat itt kell összerendezni, és itt fogjuk ütemesen egy-egy termék feltevésére a szalaggal elkészíteni. Most ebben a pillanatban, a mai napon, illetve még vagy 3 hétig a borkultúra megkeresésére és a SPÁR támogatásával a Borfesztivál, Budapesten a várban megrendezendő borfesztiválra készítjük a kínáló pohártartó kis szütyőket. Ez a megrendelés 40 ezer darab, visszatérő megrendelés, már készítettünk előző évben is, illetve előző években, mert sajnos a 2020-as fesztivált nem tudták megtartani, így csak nekik fogtunk elő, készültünk erre a gyártásra, viszont 19-ben volt egy sikeres gyártásunk, amelynek mi is láthattuk a végeredményét, meghívást kaptunk a borfesztiválra, és a lányokkal, asszonyokkal egy nagyon kellemes napot töltöttünk Budapesten, városnézéssel, parlamentbe vittek el bennünket, a Bazilikába jártunk, és fönt a várba, a magánba, a fesztiválon vettünk részt, ahol kiemelt figyelemmel kísértek, illetve kalózoltak bennünket. A jelenlegi létszámunk 13 fő, ezt
most már úgy vettük észre, hogy kezdjük kinőni, ezért próbálunk fejleszteni létszámot. Minél tovább működünk, reméljük, annál nagyobb lesz a hírünk, és megfelelünk majd mindenféle termék gyártására. Több megrendelést, illetve több megkeresést kapunk. Közreműködtünk a járvány dömpingnek a részesei voltunk, és elsőként kezdtük el a szeretett szolgálaton belül a maszkok gyártását. Jelen pillanatban próbálkozunk fiatal munkaerőket befogni, olyan kislányokat, asszonyokat keresni, illetve fölvenni velük a kapcsolatot, akik nem tudtak valamilyen oknál fogva tovább tanulni, vagy azokat a lányokat, asszonyokat, akik úgy gondolják most már, hogy mégiscsak jó lenne, és hallottak rólunk már, egy biztos keresethez jutnia. Ezért ez éven sikeresen 4 kislányunk járt iskolába, illetve tett vizsgát, úgynevezett műhelyiskola formába. A műhelyiskolának az indítása, ez egy kísérleti programunk volt még, Magyarországon még kísérleti cipőben van, ezekről a tapasztalatokról most kerülnek az összegzések, és továbbiakban is szeretnénk ezeket folytatni. Ennek az iskolának az a lényege, hogy nem kell bejárni elméleti oktatásra, csak gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol gyakorlati oktató helyen a feltétlen szükséges hozzá kapcsolódó elméleti részeket is meg kell, hogy tanulják.